Kedves cserkésztestvérek, a következőkben egy keresztutat fogtok hallani, amelyet Sík Sándor írt. Lesz egy bevezetőim, azt mondjátok majd a videóval együtt, és utána hallgassátok sok szeretettel. Jézus, Isten üdvözítőm és megváltom. Én bűnös vétkeztem, s te az igaz vérző sebekkel fükszertem a keresztem. A bűn a szabad, s az ártatlant megkötözik. Jézusom, ide juttattak vétkeim. Én követtem el a gonoszságot, s rajtad bosszulják meg. Jézusom, ne engedd, hogy szenvedésed számomra kárba vesszen. Bocsáss meg nekem, szegény bűnösnek. Szívből bánom minden bűnömet, mert velük téged a legfőbb és legszeretetreméltőbb jót oly súlyosan megbántottalak. Ígérem, hogy malasztod segítségével megjavítom életemet. Uram, kegyelmezz, és engedd Magdolnával hallanom a ma vigasztaló szavakat. Megbocsátatnak sok bűneid, mert igen szerettél. Első állomás, Jézust halálra ítélik. Akkor kezükbe adá őt, hogy megfeszítessék. Elítélik őt az ártatlanságot. Én érdemeltem ezt az ítéletet. Pilátus kijelenti, hogy nem talál benne bűnt, mégis halálra adja. Mi figyelmeztetés számomra, hogy vigyázzak szavaimra. Meg ne bántsak, gyanúsítsak, rágalmazzak mást ártatlanul. Második állomás. Jézus vállára veszi a keresztet. A keresztet hordozván kiméne azon helyre, mely agykoponya helyének mondatik, Jézus magára veszi a súlyos keresztet, a mi terhünket türelemmel, megadással. Aki követni akarja, az tagadja meg magát, és vegye fel a keresztjét. Türelemmel, megadással akarom viselni keresztemet, és minden szenvedést, kellemetlenséget, amiért. Harmadik állomás, Jézus először ruskad le a kereszt alatt. Bizonyára a mi betegségünket ő viselte, és fájdalmainkat ő hordozta. A kimerült, agyongyötört Jézus nem bírja el a szörnyű terhet, bűneinek súlya alatt a földre roskad. Az ő szemléletéből kell mélységes bánatot meríteni, hogy megsirassam a magam elestét, bűneimet. Egyedik állomás. Jézus édesanyjával találkozik. Ó, mi nagy volt a ma drága, szűzanya szomorúsága, egyszülött szent magzatán. Minő szívszaggató fájdalom az anyának így látni szeretett gyermekét. Minő keserű fájdalom a fiúnak édesanyja szenvedése. Ez a látvány tegye szívünket fogékonnyá a másik szenvedésére is. Keltsen bennünk résztvevő szeretetet, és a másokon való segítés eleven vágyát. Ötödik állomás, Cirenei Simon átveszi a keresztet. Megfogának bizonyos Cirenei Simont, és rátevék a keresztet, hogy Jézus után vigye. Simont úgy kényszerítették, hogy vigye a keresztet, de amint meglátja az Úr Jézus elgyötört arcát, elfogja a részvét, és szíves akarattal önként vállalja terhét. Rám is százféle szenvedést, kellemetlenséget kényszerít az élet. Az Úr Jézus iránti szeretetből, szabad akarattal, önként akarok vállalni mindent, és az ő nyomán akarok járni keresztemmel. Hatodik állomás. Veronika letörli kendőjével Jézus verítékét. Követi pedig őt nagy népsereg sok asszonnyal. A csőcselék dühével bátran dacolva lép Veronika édes mestere elé, hogy enyhítse gyötrelmeit. Ezt kívánja tőlem is az igaz szeretet. Nem akarok törődni mások hitetlenségével, gúnyolódásával, még fenyegetésével sem. Én hű maradok Jézusomhoz és az ő szent jegyeséhez, az egyházhoz. Imádsággal, szentséglátogatással, bízó hittel és szíve szerinti élettel fogom vigasztalni a másoktól elszenvedett fájdalmakért. Hetedik állomás. Jézus másodszor roskad le a kereszt alatt. Megsebesítetett a mi gonoszságainkért, megroncsoltatott bűneinkért. Másodszor is leroskad bűneim terhe alatt. Az én gyengeségem, az én gyávaságom okozta ezt, aki újra meg újra visszaesem egyszer meggyont bűneimbe.
Álhatatos és erős leszek az én Jézusom iránti szeretetből. 8. állomás. Jézus szól a sírő asszonyokhoz. Jézus pedig hozzájuk fordulván mondá: Érzsámi lányai, ne sírjatok én rajtam, hanem sírjatok magatokon és fiaitokon. Minden jogom van nekem is, hogy magamon lelkem elhanyagolt állapotán sírjak. Mi könnyen állhatatom lelkiismeretem szavát, mi könnyen feledem lelkem kódus voltát. Az Úr Jézus komoly szóval indítson alapos lelkiismeret vizsgálatra. 9. állomás. Jézus harmadszor roskad le a kereszt alatt. Erőm elszáradt, mint a cserépdarab, és nyelvem inyemhez tapadt. Halálos porba vertél engemet. Újra és újra leroskad az Úr, mivel én olyan szánalmasan bukdácsolva járok a megismert igazság útján. Olyan szégyenletesen ragaszkodom bűnös szokásaimhoz. A véres kereszt legyen intőjelem. Inkább meghalni, de bűnt soha többé. 10. állomás. Jézust megfosztják ruháitól, és epével itatják. Elosztották ruhám maguk között, sorsot vetettek köntösön fölött. Eledelül epét adtak, szomjúságomban ecettel itattak. Ruházkodásomban való hiúságom és könnyelműségem, evésívásban való kényességem. Az vitte ennyire az Urat. A kereszt alatt komolyságot és fegyelmet tanul. 11. állomás. Jézus keresztre szegezik. Fennáll ragyog királyi jel, keresztnek titka ünnepel, melyen az élet halni szállt, és megtörte a holta a halált. Én értem halt meg az Úr, a végtelen Isten, én érettem, semmiért. Feledhetném ezt valaha, homlokomon és szívemben a kereszt. Kiszakaszt el tehát minket Krisztus szeretetétől. 12. állomás. Jézus meghal a kereszten. Mondá, beteljesedett, és lehajtván fejét kiadá lelkét. Beteljesedett a nagy áldozat. Meg vagyok váltva, Isten fia vagyok, és az örök boldogság várományosa. Imádunk téged, Jézus, és áldunk, mert szent kereszteddel megváltottad a világot. 13. állomás. Jézus testét leveszik a keresztről. Esdek, hogy szívembe vésed szűzanyám nagy szenvedésed, és az átvertnek sebeit. A szent testet leveszik a keresztről, és fájdalmas Istenanya fogadja karjaiba. Ott találom meg az Urat ő nála, sohasem fogok elfeledkezni az Úr Jézus édesanyjáról, az én édesanyámról, a boldogságos szűzről. 14. állomás. Jézust sírba teszik. Vala pedig azon a helyen, hol őt megfeszítetett, egy kert és a kertben egy új sírbolt, melybe még senki sem tétetett vala. Oda tevék Jézust. Mint az új tiszta sír, az Úr testét úgy kell tiszta szívemben fogadnom nekem is az Urat. Hozzám jön a szent áldozásban, az én szívemben akar lakást. Úgy akarok élni, hogy tetteimben meglássék mindig, Jézus lakik szívemben.